Völgyi tehát. Nagyon jól jött be a labda, lecsorog. És közvetlen közelről sikerül Pátkainak gólt szerezni. A 18. percben megszerzi a Győr a vezetést. Völgyi szöglete után ide-oda pattogott a labda a 16-oson belül. A győriek találták meg elsőként, és aztán átkerült Pátkaihoz. Ezzel megszerzi a hazai csapat a vezető gólt. Kulcskérdés az volt, hogy itt kitalálja meg. Győri játékos elé került, és ott már nem tudtak mit tenni a fehérváriak. Itt a lecsorgó labda, és Lipták az, aki áttemeli a hosszúra, és ott két fehérvári társaságában fejelt gólt végül is Pátkai. A gólpassz tehát Lipták adta.